falun születtem, Tahitót faluban, Dunakanyar, ami mind a két oldalról, maga a sziget is, meg a hegyek is, a Börzsöny is, Pilis is nagyon gyönyörű. De a legeslegfontosabb az, hogy nagyon szerettem rajzolni. Persze ez mindez ösztönös volt, de apám jóvoltából eljutottam a Szentendrei rajzkörben. Nagyon, de nagyon korán, alig voltam 10 éves. És az igazán nagy élmény az volt, hogy nagyon, de nagyon komoly művészekkel találkozhattam. Ez a szakkör, ez a Szentendrei rajzkör, ez eredendően a Barcsai Jenő szakköre volt, de átvette Pirk János. Ezután, hogy ennyit rajzoltam, és már 10 évesen aktot, meg emberi arcot, persze gipszmásolatokat is rajzoltuk, festettük Szentendre utcáit. Közben eljártam kiállításra, Vajda Lajos stúdió, ami elég híres, az avantgardizmust is elég korán megismertem. 74-ben bekerültem a képzőművészeti szakközépiskolába, és a kisképzőn érettségiztem. És hát furcsa módon, vagy nem furcsa módon, hát mondjuk ez azért volt, mert tényleg ez a trenír, korai trenírozás, hogy már 10 éves koromtól folyamatosan rajzoltam, festettem, így a képzőművészeti akkor főiskolára, most már egyetemnek hívják, bejutottam, és hát igazából grafikát tanultam, képgrafikát, akkor még ezt is sokszorosító grafikának hívták. Ez azt jelenti, hogy részkarc, litográfia, egyebek, de hát én amellett rajzoltam, festettem párhuzamosan. Hát igen, a hatásokról, hogyha beszélek, akkor nagyon, de nagyon hosszú lenne a lista. Például az Európai Iskola, vagy még jobban fókuszálva a Szentendrei Iskola, Vajda Lajos, Bálint Endre, Ámos Imre, Vaszkó Erzsébet, akkor a fiatalabb generáció, lehet így mondani, Ország Lili, és hát soroltam így a Vajda Lajos stúdióban, a Felugosi László művészete, Bukta Imre művészete. Nagyon nagy hatással volt rám, 76-ban volt egy jelentős kiállítás, Tótmenyét kiállítása. Mivel itt állok a Hof Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban, és itt van most kiállításom Vajang bábokkal, vajangolek bábokkal, hogy Tótmenyhír biztos, hogy megfordult itt, és az egészben az a legérdekesebb, hogyha egy örökséget nézzük, hogy a magyar népművészet és a távol-keleti művészet és az különböző archaikus kultúráknak a megtermékenyítése adja azt a modernizmust, ami egyben hagyományteremtő is. Hát nagyon, de nagyon fontos, hogy persze minden nemzetnek, minden régiónak van olyan hagyománya, amit lehet folytatni. Nevezzük individuális művésznek, aki egyedül szinte beleképzeli magát, és ha nincs is közösség, vagy nincs olyan fajta közösségi élet, mint az archaikus kultúrákban, de mégis látens módon annak a közösségnek próbál valamit mondani, ami minden népnek, akár minden régiónak, minden vidéknek, minden kontinensnek is ad valami pluszt, valami olyan mondani valót, amit nem verbálisan, hanem vizuálisan ezt fel lehet fogni. És úgy érzem, hogy ez a fajta örökség az, ami útmutató, hogy az archaizmusból azt kiemelni, amit újra aktuálissá tehetünk. Ilyenkor sokan kérdezik, hogy de hát az elavult formát hogyan lehet aktuálissá tenni. Hát úgy, hogy az ember érzései a sok évezred által nem változott. Én mindig, amikor kérdezik, hogy hogy, akkor azt mondom, hogy olvassunk el egy óegyiptomi szerelmes verset. 4-5-6 ezer évvel ezelőtt írták, és ugyanazzal a vágyakozással, ugyanazzal az érzéssel, ugyanazzal a kudarccal vagy boldogsággal írt egy sok ezer évvel ezelőtt. Manapság a hagyomány őrzése az egyéni erőfeszítés. Persze a legjobb az, hogyha kialakul közösség, mondjuk a nép, a zeneszerzésnél, vagy akár a zenének a tovább gondolása. Ugye van, amikor ez lehet, hogy néha még azt is el tudom képzelni, hogy ez még káros is lehet. Ugye ez olyan, mint a világzene, amikor fantasztikus szintézissé születnek, hogy különböző kultúrák találkoznak, valami kulturális párbeszéd, de alakul maga a zene is, vagy a képzőművészet. Rosszabb esetben viszont homogenizál. Itt nem lehet általánosan minősíteni, itt a lényeg az inkább az, hogy odafigyelni az egyedi művekre.